Henny vagyok, 47 éves, három gyermek édesanyja. 7 évvel ezelőtt harmadik gyermekemet vártam, ami tervezett otthonszülésnek indult, de mivel sajnos korábban elindult a szülés, ezért kénytelen voltam kórházba menni. Ott gyakorlatilag a megérkezésünket követően már mindenkit összecsődítették, hogy lássák, hogy itt van ez a nő, aki ilyen felelőtlen, hogy ő otthon akar szülni. Gyakorlatilag egy viharos gyorsasággal zajlott a szülés, zéró empátia a kórház részéről, és gyakorlatilag, ahogy megszületett a gyermekem, azonnal elvették tőlem. Koraszülött intenzív osztályra került, mint kiderült inkubátorba, holott sem a súlya, sem az apgár értékei ezt nem indokolták. És gyakorlatilag olyan házi rendet fogalmazott meg az akkori vezetés, az akkori kórházi vezetés, amiben én kétszer fél órát lehettem együtt a koraszülött gyermekemmel. A szülést követő második órában is, amikor már szerettem volna a gyermekemet magam mellett tudni, és ugye felmentem az orvosigazgatóhoz engedélyt kérni arra, hogy együtt lehessek a gyermekemmel, amit ő merevel elutasított. Ezért én könnyeimmel küszködve hívtam fel a Geréb Ágit, aki már akkor egy taszos ügyvédhez irányított engem, aki mindent megpróbált. Ugye a harmadik gyermekem, mint említettem, tehát van már tapasztalatom, hogy mit jelent gyermekek bizonyos életkorában megtapasztalni dolgokat. Ő extra szenzitív, extra érzékeny, extra törődést kíván, de ez egyértelmű, hogy az első egy-két nap nem együtt léte az ilyen organikus módon kihat sajnos rá is, vagy kihatott. A TASZ nagyon sokat segített abban, hogy azt érezzem, hogy nem vagyok egyedül, hogy a hangomat még jobban ki lehet hangosítani, és talán más szülők vagy szülőpárok is támogatást kaphatnak hasonló helyzetben.